tavaly 2019-ben Békés megyében a regisztrált bűncselekmények száma 2500-al csökkent. Jóval kevesebb bűncselekményt követtek el 2019-ben Békésben, mint az azt megelőző évben, mondta el érdeklődésünkre Szombati Andrea, a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Mindez annak kapcsán hangzott el, hogy a napokban Kucik János dandártábornok, a készenléti rendőrség parancsnoka, műveleti országos rendőrfőkapitány helyettes részvételével tartották a hagyományos évértékelő értekezletet Békés Csabán. Ha 100 000 lakosra vetítve nézzük meg a bűncselekmények számát, Békés akkor is jó pozícióban van a többi megye között. Ha kapitányságonként vetjük össze az adatokat, Békésben mindegyikben országos átlag felett van a nyomozás eredményessége, Gyulán például 7%-kal. Tavaly Békés megyében nem volt olyan rablás, melyet ne derítettek volna fel. Hogyha biztonságról beszélgetünk, akkor legelsősorban az jut eszünkbe, hogy az utakon biztonság legyen, hogy a közlekedés biztonság minél erősebb legyen, hiszen mindenkit hazavárnak, illetve biztonságban legyen az otthonunk, és nyugodtan végig sétálhassunk az utcán. Hogyha ennek mentén megyünk végig, akkor például, ha azt nézzük, a lakásbetörések száma Békés megyében jelentősen mérséklődött, csak nem felére az elmúlt évben, illetve nagyon lényeges adat az, hogy mennyit tud ebből a rendőrség felderíteni. Nos, a nyomozás eredményességünk is 80% körüli, tehát ebben a tekintetben is úgy véljük, hogy tudtunk előrelépni, eredményt elérni. Bár a trend a közlekedés területén is alapvetően pozitív, tavaly ugyanakkor több halálos baleset történt, mint korábban. A közlekedés biztonság tekintetében nagyon lényeges, hogy a személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma csökkent. A súlyos sérüléssel és a könnyű sérüléssel járó baleseteknél ugyanezt tudom elmondani, ugyanakkor sajnos 2-vel több halálos kimenetelű közlekedési baleset történt 2019-ben, mint 2018-ban. Ezt mindig nagyon komolyan vesszük, és a munkatársaimmal elemezzük, értékeljük az okokat, hiszen számunkra is az a fontos, hogy egyre kevesebb baleset történjen. Viszont azt ki kell emelni, hogy nem a rendőrségen múlik. Sajnos a balesetek megelőzéséért legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek. 2019-ben emelkedett az illegális határátlépők száma, az elfogott határsértőket viszont lényegében néhány órán belül átadják a román hatóságoknak.